Jó napot kívánok! A szárítógépről lesz szó. A ruhaszárítógépről. Ez elég sok áramot fogyaszt. Körülbelül, ha valaki rendesen használja, évente olyan 20-30 ezer forinttal lesz több a villanyszámlája. És tudni kell, hogyha a szárítógépbe nem jól tesszük bele a ruhát, akkor csúnyán összegyűri, és sokat dolgozhatunk a vasalóval, mire rendbe hozzuk. Olcsóbb a centrifugálás és a terigetés. Az ingyen van. Ha szépen és feszesen terigetünk, akkor könnyebb lesz a vasalás, és a vasalónk is kevesebbet fog fogyasztani. Természetesen, aki szeretne szárítógépet vásárolni és használni, tegye meg. De tudnia kell, hogy évente 20-30 ezer forinttal lesz több a számlája. Köszönöm szépen! És viszontlátásra!